Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen újabb szombatkezdési alkalommal. Kívánom a Jóisten áldását mindannyiunk számára, és mielőtt megkezdenénk, megnyitnánk Isten igéjét, meghívok mindenkit, hogy egy imádság erejéig hajtsuk meg a mi fejeinket. Szerető Istenünk, mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk te néked a mostani pillanatokért. Köszönjük, hogy van lehetőségünk ismét együttesen az ige köré gyülekezni. Hálásak vagyunk Istenünk az egész heti gondoskodásért, gondviselésért, az irányításért, olykor a feddésért. Istenünk, köszönjük, hogy oly sokszor megláttuk a te szabadító kezedet, irányítottál, vezettél bennünket. Mennyi jó atyán, kérünk, hogy te jöjj most és áldjál meg bennünket, hogy a szombatnak a nyugalma valóban mindannyiunknak a lelki felüdülését szolgálhatná. És az ége által is, Istenünk, légy jelen közöttünk, hogy szent lelked munkálkodjon a mi szíveinkben, és megértsük akaratodat, üzeneted, még közelebb kerüljünk te hozzád. Nem feledkezünk el betegeinkről, Istenünk, te látod, kiknek van szükségük segítségre, gyógyulásra, épülésre, aki te hozzád kiált, jó atyánk, légy vele és hallgass meg őt, és segíts, hogy megtapasztalassa a te jelenlétedet gyógyulás által. Légy a kimondott nagyon nehéz helyzetben levőkkel, lehet ezen járványos, vagy pedig más betegségben is, Istenünk, mutasd meg a te hatalmadat. Köszönjük, hogy meghallgatt, és most is itt leszel közöttünk, a Jézus nevében kértünk. Amen. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kívánom a Jóistennek az áldását mindannyiunk számára ezen újabb szombatkezdési áhítat alkalmával. Egy alapígét szeretnék felolvasni, és pedig egy olyan ismert szöveget, ami hiszem, hogy nagyon sokunk számára ismert, a Róma belekhez írott levél 12. fejezetében. Ezt az ígét is sokszor használtam az utóbbi években. Most ismételten azt mondja az írás az első versben, a 12. fejezetben. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Különleges felhívás van ezen ige szakaszban hozzánk intézve. Azt mondja, hogy kérlek, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára szánjátok oda a ti testeiteket. Minden ember küszködik az élettel. Gondolok itt a természetünkre is, a mi természetünkkel. És még akkor is, hogyha esetleg egyes emberek nem tudatosan teszik ezt, nem kimondottan tudatosan a bűn elleni harcban kütködnek az életükkel, a saját természetükkel. Tehát nem tudatosul bennük az, hogy igenis, hát Istennek nem tetsző az az életforma, vagy az a bűn, amiben élek, és akik ezt tudatosítják, akkor kérik az Isten segítségét, és így harcolnak. De nem mindenkiben tudatosul ez az Istennel való viszonyulással kapcsolatosan. De mégis ott van, hogy ennek ellenére érzik, hogy ez így nem jó, kéne változtatni, kéne másképp tenni bizonyos dolgokat, hogy valahogy jobb legyen. Érzik azt, hogy jó lenne valamilyen formában itt-ott-amott megváltozni. És az emberek próbálkoznak, és vannak próbálkozások, és aztán vannak kudarcok, és ebből áll az emberi élet egyfajta küszködés, vagy tudatosan az Isten segítségét kérve, hogy Istennek tetsző életet élj, vagy pedig csak önmagával küszködünk az élettel, mert mégis gondoljuk, hogy azért jobb volna más, hogy jobb volna egy jobb, egy kedvesebb életet élni, egy értelmesebb életet élni. És ez a szöveg is, mint a Róma 12.1-ben bátorít bennünket arra, hogy
hogy igenis merjünk változtatni, merjünk elindulni a megújulás útján. Szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Második vers mondja tovább, hogy és ne szobjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulás által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát ez az igevers Pál apostol által egyfajta jobb élettel kecsegtet. Hogy igenis lehet változtatni, lehet egy jobb életet élni, lehet egy szentebb életet élni, lehet egy tökéletesebb életet élni. És Istennek is ez az akarata, Istennek is ez a vágya, hogy ez beteljesül az embernek az életében. És ez egy olyan élet is lényegében azért akarja a Jóisten, mert ez ő neki tetsző, ő neki kedves élet, mert látja, hogy ennek volna értelme. Élő, szent, Istennek kedves áldozat, amikor az ember törekszik egy neki való őszinte életvitelre. De hogyha arra gondolunk, ami bátorítás itt megfogalmazódik, Pál azt mondja, szánjátok oda a ti testeiteket. És lehet azt mondják egyesek és joggal, hogy annyiszor odaszántuk már. Annyiszor próbáltuk már, annyiszor tettünk már ennek érdekében, fáradoztunk, áldoztunk, és van-e még értelme tovább kínlódni? Van-e még értelme újból odaszállni magunkat? Hisz a múltkor is tartott egy ideig, és aztán vége volt. Vagy pedig jobb, ha az ember már nem is kínlódik, hanem éli úgy az életét, ahogy tudja, ameddig tudja. Nem igaz az, hogy mindenki rossz. Az sem igaz, hogy mindenki jó. Egyértelműen kiderül az igéből. De az viszont igaz, hogy mindenki bűnös. Úgy a jók, mint a rosszak. És ebből kifolyólag, mivel mindenki bűnös, én hiszem azt, hogy nagyon sokan szeretnének jók lenni. Mert felismerik azt a rossz állapotot, amiben vannak, hogy az nem jó. Ennél biztos, hogy kell legyen valami jobb. És legalábbis szeretnének jobbak lenni. És hiszem, hogy ebbe én is beletartozok, vagyis ezt tudom, de hiszem, hogy esetleg te is beletartozol, kedves hallgató. Te is gondolod azt, vagy sokan gondolják azt, hogy igenis, mi is szeretnénk jobbak lenni. Én is szeretnék jobb lenni. Erkölcsileg, ha nézzük, természetileg, ha nézzük az embert, úgy általában, elmondhatjuk azt, hogy hát nem sokat változik az ember a jó irányba. Gondolunk itt évtizedek, évszázadok, évezredekre visszamenőleg, amit igazol a történelmi tapasztalat. Hogy régen és ma is ugyanaz a helyzet. Az emberek lopnak, az emberek csalnak, az emberek dorbézolnak, az emberek paráználkodnak, az emberek haragszanak, az emberek olyan dolgokat tesznek, hogy meg lehet borzadni bele, az emberek magaszeretők, önzők, és ez ha régen, ha ma, ugyanaz a helyzet. Nem változik az ember. Az ember sok mindent megváltoztatott ezen a világon. Sok mindent megváltoztatott a történelemben. Sok minden nagy erőfeszítések árán, de változásra került sor az emberben és az ember által. Ilyen például a technika, óriási változáson ment keresztül, főleg az utóbbi évtizedekben. Változáson ment keresztül a műveltség, igaz? Az emberek azért, ha gondolunk a sötét középkor idejére, sokkal műveltebbek. A kultúra terén változások történtek, az űrkutatás terén, igaz? Tehát hova eljutott a tudomány, vagy gondolunk esetleg az orvostudományra,
hogy azért óriásit fejlődött, igaz, már nagyon sok betegségbe nem halnak bele az emberek, ami régen egyértelmű, hogy halálos betegség volt. Tehát rettentő módon sokat változott az ember, sokat változtatott, de viszont van egy dolog, amivel sehogy nem boldogul az ember, és pedig, hogy megváltoztassa a saját szívét, hogy az emberi szívet megváltoztassuk, erre nem vagyunk képesek mi emberek. És mivel visszatekintünk a történelemben, akkor, és ugyanakkor magunkban nézünk, hogy szeretnénk jobbak lenni, mert látjuk, hogy nem jó, ami van, sokaknak kevésbé, egyeseknek pedig nagyon nem jó, akkor lehet, hogy feltevődik a kérdés, hogy hát lehet-e még belőlünk új ember? Lehet-e még belőlünk egy megváltozott emberi lény? Az emberiséget elmondhatjuk azt, hogy igenis foglalkoztatja ez a kérdés. Foglalkoztatja az a kérdés, és nem csak a vallásosokat foglalkoztat, hogy hogy lehetne az embert megváltoztatni. És itt nem külső dolgokra gondolunk, mert arra már nagyon rég képes az ember, hogy külsőleg megváltoztatja magát, esztétikáját, még a nemét is. De viszont itt a belső dolgokról van szó, a természet dolgokról, ami belül játszódik, az agyban játszódik le. Van egy tudomány, úgyis mondhatnánk, hogy egy tudományág, ami ezzel foglalkozik, többek között az ember lelkével és az ember magaviseletével foglalkozik. Egész tudományág épült már erre, és ez a tudományág miközben tanulmányozza az ember lelki világát, az ember magaviseletét, ami ugyebár belülről alakul a magaviselet kifele, ez a tudományág nem ismeri el az Isten létezését, vagyis az Isten nem a bűnnek a létezését, bocsánat, tehát a bűn létezését nem ismeri el, az ifjúkori bűnözésnek azt mondja, hogy hát ez az elnyomott gyerekkornak egyfajta következménye. Ha nem lett volna olyan elnyomott gyerekkora, vagy olyan körülmények között nőtt volna fel az a fiatal, akkor nem így viselkedne, akkor nem ilyen lenne a maga viselete, a lelki állapota, a lelki világa. Tehát, ha nem ismeri el a bűn létezését, akkor azt mondja ez a tudományág, hogy nem a bűnnek a következménye az, ami történik az ember életében, az ember lelki világában. És például a rablóról is azt mondják, hogy a rabló az csak meghasonlik önmagával, de önmagában az nem egy rossz ember. És a megoldás, ezen tudományák szerint, hogy a környezetet kell megváltoztatni, a körülöttünk levő dolgokat, és akkor minden jó lesz. Akkor az ember lelke is meg fog változni. De a külső hatások miatt vagyunk olyanok, amilyenek. Van egy másik gondolat, tudományág ez is, amely vegyi úton próbálja az embereket megváltoztatni. Tehát vegyi úton, gyógyszerek által próbálják uralni az embernek a maga viseletét. És hát lehet, úgy mondjuk, hogy ez valamilyen szinten ismerős, ami számunkra ismerős állapot, igaz, az ember depresszióba esik, akkor a gyógyszerek által, a pszichiáter segítségével, a gyógyszerek által tudnak segíteni az emberen, de sokkal nagyobb a cél ennél, mint hogy csupán egyfajta ideggyenge, depressziós embereket helyrehozzanak, mert amikor egy ilyen ember kap bizonyos gyógyszereket, azt jelenti, hogy próbálják visszabillenteni az eredeti állapotába, és visszasegíteni vegyi úton, gyógyszerek által, hogy megint normális ember legyen. De viszont nem csak ez a célja ennek a vegyi úton próbálkozó tudományágnak,
hanem az, hogy ezen gyógyszerek által vegyi úton uralni tudják az ember maga viseletét. A jelenlegi kísérletek tudomásom szerint hát elmebetegeken folyik, akik tényleg súlyos állapotban vannak, és őket próbálják ilyen formában más magaviseletre rábírni. De ezek a gyógyszerek megváltoztatják az embernek az elméjét. Megváltoztatják az embernek az értelmét. Megváltoztatják az érzékszerveket. Megváltoztatják a gondolatokat. Tehát olyan mértékben hatnak az emberre, hogy talán az már nem is önmaga. Nem lesz az az ember, aki azelőtt volt. Egy más ember. Egy új ember. És persze ezt a jó irányba próbálja az orvostudomány fordítani, hogy tényleg ezeket a valóban elme háborodott embereket visszaállíthassák egy normális körforgásba, de viszont ugyanakkor tudjuk, hogy nagy a veszélye ennek, hogy esetleg megállunk-e majd itt. Na de a lényeg az, hogy mire törekednek? Úgy az egyik tudományág, mint a másik tudományág, hogy más emberré legyünk. Hogy új emberré legyünk. Valahogy átfaragjuk magunkat, vagy a környezet megváltoztatása által, külső befolyása belsőre, vagy pedig mondjuk úgy gyógyszeres kezelés által. De akárhogy is van, ezek a módszerek, ez a két módszer, amit itt az előbb felsoroltam, ezek eléggé aggasztóak. Úgy is mondhatnánk, hogy inkább ördögi eszközök ezek, mint valós, mint az ember valós lelki állapotának a valós kezelései. Kísérlet önmagunk megváltoztatására, úgyis mondjuk, hogy Isten nélkül. De szeretnénk megváltozni, de hagyjuk ki a Jóisten tembből, hagyjuk ki a bűnt ebből, annak semmi köze ehhez, de másféleképpen próbáljuk. A kérdés az, hogy ha kihagyjuk a Jóisten mindenből, akkor mi jót várhatunk a hazugság atyának a munkálkodásán keresztül. A Jeremiás könyve 13. fejezetének 23. verse világosan mondja, elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát. Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Itt mond az igevers. Mi emberek önmagunkon nem tudunk segíteni. Úgy külsőleg maszkírozzuk magunkat, de valójában nem tudunk segíteni magunkon, bárhogy is próbálnánk. De a szöveg azt is mondja, arra is bátorít, úgy ti is cselekedtettek jót, akik megszóltátok a gonoszt. Tehát nem tudjuk magunkat megváltoztatni, nem tudja a párduc az ő foltosságát, szeretjen az ő bőre színét. De ennek ellenére, hogy ti nem tudjátok még megváltoztatni magatokat, mégis cselekedhettek jót, noha megszoktátok a gonoszt. Tehát van egy reménysugár ebben az igeversben, hogy annak ellenére, hogy nekünk embereknek nincs lehetőségünk semmiféle megváltoztatására önmagunknak, mégis van egy reménysugár. Na, hol van ez a reménysugár? Hogyan? Van-e Istennek terve erre nézve, hogy akkor, ha nekünk nincs eszköz a kezünkben magunk megváltoztatására, van-e isteni terv arra, hogy valóban mégis megváltozunk? És ezek szerint kell legyen? Azt mondja, ti is cselekedtettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Akik úgy megszoktátok a gonoszt, mint hogy a szeretsen a bőre színét, mint hogy pádozat a foltosságát, hogy nem zavarja, hogy olyan, mert ez vagyok én. De ezzel az ez vagyok én magatartással, mi csak gonoszt tudunk tenni, csak rosszat tudunk tenni, mert ezt szoktuk meg évezredek óta, mióta a bűn betette a lábát. De mégis azt mondja, hogy ti is cselekedtettek jót. Na de hogyan? Mi az isteni terve erre? János evangéliuma
harmadik fejezetéhez lapozzuk Bibliánkat, és itt a harmadik fejezetben az ötödik verset olvasom. Felele Jézus, bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Egy szóval mondva, a megoldás az újjászületés. Tudjuk, hogy maga Nikodémus is meglepődött ezen. Fel is tette a nagy kérdést, hát hogyan születhetik az ember újjá, hogyan mehet vissza az anyja méhébe, hogy még egyszer megszülessen. Tehát igaz, emberileg úgy látjuk, hogy ez lehetetlen. Nem tudjunk magunkon változtatni. De igenis, Jézus Krisztus azt mondja, hogy újjászületés által. Igen, az ember megváltoztatható. De nem úgy, ahogy esetleg eddig felsoroltuk, az első tudományág, vagy a másik tudományág által. Vagyis, hogy kívülről befele változzunk meg, onnan a hatások részéről. Hanem belülről kifele kell változzon az ember. De nem úgy, mint a második módszert, hogy beveszem a gyógyszert, és az hat belém, és így változok. Nem. Nem vegyi úton, hanem egészen más kell belém kerüljön. Istennek a lelke kell belém kerüljön. Istennek a lénye kell belém kerüljön. Maga Krisztus Jézus személye által kell belém kerüljön. És ez segít engem a jóra való változásra. Ebben a gonosz megáltalkodott, megromlott, eltorzult emberi testben. Bárki, Jézus Krisztus által, bárki új emberré lehet, ha akar. Ha akar. És ezen harmadik fejezet itt Jánosnál elmondja nekünk azt, hogy itt nem csak a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy bűnösöknek van erre szüksége, ez újjászületésre. Nem. Hanem vagyis nem csak a tolvajoknak, nem csak a gyilkosoknak, nem csak a terroristáknak, vagy mondjuk még elborzadó dolgokat. Nem, hanem kinek mondta ezt Jézus? Hát Nikodémusnak. Ki volt Nikodémus? Hát egy vallási előjáró, egy farizeus, tanult, bölcs ember, tapasztalt. És neki mondja, hogy szükség néked újonnan születnektek. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Tehát, hogyha Nikodémusnak azt mondja Jézus, hogy szükség van újjászületésre, akkor ez azt jelenti, hogy nem elég az egyház népsorában szerepelni. Nem elég az egyházi élet keretén belül egy különleges pozíciót elfoglalni. Vagy egy egyszerűbb pozíciót elfoglalni. Egy tagsági helyet betölteni. Nem elég. Ennél több kell. A Biblia beszél a változásról. Azt mondja Kolossé 3. fejezetében, a 9 és 10 vers. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek az óembert, az ő cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek az új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Na most, hogy történik a változás? Mit mond ez az igevers, ami számunkra? Azt mondja, ne hazudjatok egymás ellen. De miért? Azt mondja, ha már levetkezted az ót, és felöltözted az újat, azt jelenti, hogy ha eddig hazudtál, ez volt az ó. Eddig loptál, eddig ki tudja, miket tettél, ha ezt most már levetkezted, és felöltözted az újat, akkor már ne hazudjál. Szóval ne hazudjatok egymás ellen, mivel már levetkeztétek a hazugságot. És hogyha ez megtörtént, hogy levetkeztük például itt az esetben említett hazugságot, akkor már nekünk
Krisztusra kell hasonlítani, aki nem hazudott. Tehát eddig én hazudtam, de most már levetettem a hazugságot, Krisztust felöltöztem, aki nem hazudik, és tovább nincs hazugság az életemben. Mert hogy mondja, felöltöztétek az új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint. Ki az, hogy annak ábrázatja szerint? Hát Krisztusnak ábrázatja szerint. Ő kell meglátszódjon rajtam, őt vette magamra. Tehát ő erre teremtetett engem. Teremtett engem. Tehát a Korintusi második levél, 5. fejezet, 17. verse. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Tehát ó és új. Régi és új. Tehát, ha valaki Krisztusban van, tehát levetette a hadugságot, felöltözte Krisztust, most már Krisztus van bennem, én vagyok Krisztusban, együtt vagyunk, azt mondja, ez egy új teremtés. Itt más világ van. A régi elmúlt. Újjá lett minden. El tudjuk ezt így mondani. A Biblia úgy beszél erről, mint egy valóságos lehetőségről. Mint ami tényleg megtörténhet az embernek az életében. Igenis lehetséges a változás Jézus Krisztus által. Újjászületve víztől és lélektől. Tehát külső és belső újjászületésre van szükség, ezt az úgymond szertartás külső jele és belső valósága egyé kell, hogy váljon. Újjászületni, más emberré lenni, új emberré válni. Hogy egy kicsit jobban tudjam ezt szemléltetni, eszembe jut egy tapasztalat, amit fiatal gyerekként, de nem csak gyerek, tehát a gyerekkoromban tapasztaltam meg saját lakásunkban. Édesapának volt egy osztálytársa. És hát eléggé az alkoholnak a rabjává vált, eléggé mélyre süllyedt, nagyon-nagyon mélyre süllyedt. Tehát már sem otthon a hajléktalanná vált, se keresete, se családja, se semmi, csak olykor-olykor megszánták, amikor kapott valamit, elitta. Tehát egy borzalmas állapot, borzalmas körülmények között lakni. Ismerjük az ilyen embereknek a körülményeit, nem részletezem tovább. És nagyon sokszor becsengetett hozzánk. És hát kérte édesapámat, mint aki volt osztálytárs, hogy hát segítsen rajta. Adjon egy falat kenyeret, adjon egy kis pénzt neki, de hát ha pénzt adtunk, akkor ugyebár rosszak jöltött. Volt egy pár józan napja, de aztán újból beleesett. És nem egyszer történt meg, nem kétszer történt meg, amikor tudom azt, hogy olyan szintig próbáltak tényleg a szüleim, és hát én is ott voltam, segítkeztem, de végignéztem ennek az emberen, hogy is próbálunk segíteni, hogy volt olyan, hogy tehát olyan állapotban volt, hogy már nem volt szíve a szüleimnek, hogy úgy útra engedjék tovább egy falat kenyérre, hanem bevitték minden ruháját, levetettek ott, mielőtt bevitték volna a házba, akkor ott be a fürdőszobába, csináltak meleg vizet, lefőröztötték tetőtől talpig, megnyírták, megborotválták, tiszta ruhát adtak rá, teljesen mást, a régit, azt mind eldobtuk, elégettük. Aztán leült az asztalhoz, jó, megetettük, igaz, és tehát már egy más ember volt, szép tiszta fehér ingel, ruhával, öltönnyel, rajta, cipővel, már más volt az arca, mosolya, mint aki egészen új emberré vált. És akkor csodálkoztam rajta, hogy hogy nézett ki ez, még milyen elutasító szaga volt, tehát az ember csak azt se tudta, hogy hogy közeledjen hozzá,
inkább távolodni akarsz az ilyen embertől. És most egészen más, más az illat, más, más minden. Egy kis ultravaló még, egy kis ez, az, egy kis batyúval, és végül elment. De hányszor visszajött? Nem mondom azt, hogy túl sűrűn történt, épp az ilyen formámban segítség, de párszor ez is megtörtént. De egy idő után már alig tudott jönni, már nem voltak lábujjai, már lefagytak a lábujjak, már egyre nehezebb volt a menés. Tudom, hogy olyan szintig visszaesett ez az ember, hogy egyszer úgy állított be, hogy megijedtünk tőle. Egyszerűen elaludt valahol részegen, tehát tényleg tök részegen, hogy így szokták mondani, elnézést a kifejezésért, és egyszerűen úgy jött hozzánk, hogy itt egy ekkora részen itt ki volt rágva neki, hiányzott ez a húsdarab. Látszott az állkapcsa, és látszottak a fogai, mert a pocok megették. És azt se tudtuk, hogy kezelje édesanyám, és végül begyógyult, mert annyi szesz volt benne, hogy hiába a pocok megrágták, szinte elevenen ették, mégsem fertőzött el. Ez volt az előnye, mondjuk ebben. De begyógyult neki. De egy idő után végül is aztán eltűnt, nem tudunk róla. Csak azért említettem egy kicsit részletesebben ezt az esetet, mert ezt úgy átéltem, és tehát egy ilyen emberből is lehet egy új embert faragni. De hiába faragtunk mindig külsőleg belőle új embert, belül nem tudtuk megváltoztatni. Nem tudtuk megváltoztatni, mert ő belül nem volt hajlandó változása. Persze, imádkoztunk érette, így, úgy, mindent megtett az ember, próbáltuk a jó irányba terelni, a jó Isten felé, de nem lehetett. De hány ilyen nyomorult ember van ez a világon? Hányan, akik ennyire mélyre süllyednek, akik azt érzik, hogy olyan jó volna megváltozni, olyan jó volna, de nincs erőm rá, nem tudok változni. Hányan vannak, akik talán nincsenek ilyen mélyre süllyedve, de érzik azt, hogy azon a szinten, ahol vannak, az nem jó, mert egyre csak lejjebb és lejjebb csúszhat az ember, és ki tudja végül, hol áll meg? Hány ember van, aki küszködik, aki úgy magába néz, vagy Istennel együtt, vagy Isten nélkül, de valahogy lássa azt, hogy nem jó az az élet, ami van. De soha ne felejtjétek, hogy az Istennel együtt jó volna erre gondolni. Mert az Isten készteti bennünk az ő szent lelk által, hogy felismerjük azt, hogy nem jó helyen vagyunk, kell változtatni, kell megújulni. Isten mindig hív, és Isten azt mondja, hogy akármilyen állapotban vagy, akármilyen nyomorult helyzetben vagy, akármennyire kilátástalanak látod a te helyzetedet és jövődet, család vagy bármilyen más szempontból, vagy züllés szempontjából, megszokás szempontjából, szenvedélybetegség szempontjából, eltávolodás szempontjából az Istentől, bármilyen súlyos helyzetben vagy, Jóisten azt mondja, hogy belőled is lehet még új ember. Belőled is lehet. Ezt az üzenetet kell elvinni széles a világra. Ez bízta reánk, a mindenható Istenünk. Azt mondja Ésaiás 49 rész 6. versében. Kevés az, hogy nékem szolgám légy. A Jákob nemzetségének megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Szóval nem csak Izrael népe körül, nem csak Izrael népében, hanem más népek is megszabaduljanak. Más népeknek is világosságot vidd tovább, amit kaptál. Légy világosság! Krisztus világosságát, ha beengedjük, az meggyullad bennünk, világít is, és mások számára is, az, hogy a föld végig terjedjen az én üdvöm. Ez a küldetésünk. A kérdés az, hogy eleget teszünk-e ennek. A Róma 6. fejezetében a 16. vers a következőt mondja mi számunkra. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgálkul az engedelmességre,
annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halára, vagy az engedelmességnek igazságra. Mit mond ez a szöveg? Kinek szánod oda magad? Kinek engedelmeskedsz? A bűnnek a halára. Tehát a Biblia szerint egyértelmű, hogy a rossz a bűnnek a következménye. A bűn által jön. Vagy pedig az engedelmességnek az igazságra. Az engedelmesség, az pedig Istentől jön. Na, melyikre szánod oda magad? És itt, ha visszatérünk a 12. fejezethez, a kezdeti igénkhez, hadd olvasom el még egyszer. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istenek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent és Istenek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Igen, Pál apostol ez igében azt mondja mi számunkra, hogy igenis lehet változni. Mindenkinek lehet változni. Isten mindenkinek segít a változásban, hogy a régi emberből új ember legyen. Hogy a kőszívből 20 szív legyen. Csak egy dolog nagyon fontos. Ne add fel. Ne add fel. Ha még távol vagy az Istentől, de lehet, hogy valahol mélyen a bűnbe süllyedve vagy, és kérded, abban a lezűlött állapotban, kérded, hogy lehet-e még belőlem új ember? A válasz, igen, lehet belőled új ember. Hogyha eltávolodtál Istentől, és nem tudod, hogy miként fordulj vissza, nem vagy még ott a leglezűlöttebb állapotban, de mégsem az Istennel vagy, el vagy kicsit csúszva az Isten közelségéből. És mi is, te is megkérded azt, hogy lehet-e még belőlem új ember? A válasz, igen, lehet belőled új ember. És hogyha lehet, hogy egy Nikodémus is vagy az egyház keretén belül, de Isten szemével nézve az életed már hosszú ideje nem látszik annak, aminek a Jóisten szeretné ezt látni, és te is felteszed azt a kérdést, hogy lehet-e még belőlem új ember? Válasz a te számodra is, igen, lehet még belőled új ember. De egy dolog viszont, mind a három esetben, hogyha nagyon mélyen vagy az ülésben, lehet belőled új ember. Hogyha csak eltávolodtál, nem vagy túl mélyen, de azért Istennel se vagy, lehet belőled új ember. Vagy ha eltán az Isten közelében vagy, mint egy Nikodémus, és mégis az Isten nem úgy látja, hogy te az vagy, ami kéne legyél ott. Belőled is lehet új ember. De mindezen három esetben elmaradhatatlan, hogy új ember váljon belőled, és pedig az a dolog elmaradhatatlan, hogy elhiggyed, hogy igenis lehetséges az, hogy belőled új ember váljon. Ez nagyon fontos. Enélkül nem válhat belőled új ember. Nem változhatsz meg a régiből újjá. Mert önmagunkat nem tudjuk megváltoztatni, sem a párducfoltosságát, sem a szeret, sem a bőre színét. Mi nem tudjuk, de ha elhisszük, hogy Isten tud nekünk segíteni, akkor igenis lehetséges. Ezt el kell hinni. Úgy kell elhinni, befejezés előtt hadd említsek még egy történetet. Ellen White írónő egyik könyvében, Keresztény Életmód című könyvben van egy történet,
amikor egy gyülekezetben járt prédikálni Ellen White, akkor többek között találkozott egy férfival, egy nagyon lezűlött, tényleg mondjuk, hogy a legmélyén levő, a bűnökben italos, dohányos, se családja, se semmilyen, öldözete, meggörnyedt, tehát mint aki már senki nem tud segíteni, olyan állapotban volt, és mikor találkozott vele, azt mondta neki, hogy az üdvözítő erejével legyőzheted a kísértéseket. Minden kísértés legyőzhet az üdvözítő erejével. A feltámadott üdvözítő erejével minden kísértés legyőzhetsz. Minden kísértéssel legyőzhetsz. És amikor ezt mondta ennek a nyomorult embernek, akkor így válaszolt, hogy ön törődik velem? Újat mutatott nekem, ezért megpróbálom. Mit csináltad az ember? Elhitte. Valaki még rátekintett, valaki még esélyt adott neki, valaki még egy remény sugarat, egy szalmaszál reménységet oda nyújtott neki. Hogy a feltámadás, a feltámadott üdvözítő ereje által minden kísértés legyőzhető. Kapaszkodj bele! 6 hónap múlva valaki örömtől ragyogó arccal megragadja Ellen White testvérőnek a kezét, és könnyesebben mondja. Ezelőtt 6 hónappal én ígértem, hogy megpróbálom a javulást a feltámadott üdvözítőnek az erejével. Ellen White nem ismerte meg, és akkor azt mondja, hogy valóban ez volt az az ember. Legalább 10 évet fiatalodott a fél év alatt. Rendes volt, ápolt volt, józan volt, és minden, mihez hozzátartozik. És elmondta ez az ember, azt mondja, akkor hazamentem, és az egész éjszakát imádkozva töltöttem. Azt mondja, a küzdelemnek az éjjele volt, de hála az Úrnak, győztem. Az Úr segített, hogy győzek. A rabszolgaságnak vége szakadt, a szenvedélynek vége szakadt, egy megtért új emberré vált Krisztus ereje által, és azóta a tapasztalataival segített másoknak, fiataloknak, időseknek, hogy igenis Krisztus ereje által a feltámadott, a halálból feltámadott Krisztus ereje által igenis lehetséges a győzelem. Pedig mi volt ez? Egy egyszerű mondat. Egy egyszerű reménysugár. De mit csinált az ember? Belekapaszkodott. Elhitte, hogy lehet belőle új ember. Miért tudta teát megtenni? Azért, mert elhitte, hogy Krisztus erej által igenis lehetséges. Hitével megragadta a lehetetlent a láthatatlanban. És győzött. Emberileg lehetetlen és láthatatlanban, de megragadta hitével, és győzött. A kérdés a végén, lehet-e még belőled új ember? Mit válaszolsz erre? Szívemből kívánom, hogy igennel válaszolj. Igen. Krisztus ereje által lehetséges. Csak higgyük el ezt. Ragadjuk meg ezt. Azt mondja Jeremiás 29.13. És keressetek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Ha teljes szívből fogod keresni Krisztust, és az ő erejét, hogy felálljál, akkor azt jelenti, hogy elhitted, belekapaszkodtál, és akkor ő segít a győzelemre.
bármilyen szinten legyél, a legmélyen, vagy úgy, ahogy Istennel esede, vagy pedig esetleg egyházon belül, elbizakodva, de mégsem az Isten oldalán, bármilyen szituációban legyél, mindenkinek lehetséges. Ugyanaz a gyógyszer, elhinni, hogy Krisztus ereje által lehetséges, hogy új ember legyél. Olyan ember, aki odaszállja magát Istennek, élő, szent és kedves áldozatul. Mert ez az okos Isten tisztelet. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk és mennyei jó atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted, és megköszönjük azt, hogy te az ige által most is bátorítasz bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy te nagyon szerettél, és te nagyon szeretsz, és még nem szűnt meg a te szereteted irántunk. És mindent megteszel azért, hogy felébredjünk, hogy meglássuk, hogy igenis nem jó az az állapot, amiben vagyunk. Lehet, hogy különböző szinteken vagyunk. Mindenki a maga szintjét tudja, hogy hol állunk, milyen távol vagyunk te tőled. De az biztos, hogy nem azon a szinten vagyunk, ahogy te meg lennél velünk elégedve. Biztos, ha a tükörbe nézünk, és te reánk tekintesz, és még meglátjuk magunkat te benned, hozzád viszonyítva, akkor még nagyon sok változtatásra van szükségünk, hogy hasonlítsunk te hozzád, jó atyánk. Köszönjük, hogy te segítséget adsz nekünk ebben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által utánunk nyúltál, és segítesz nekünk, mert hisz tudod, hogy magunk erejéből semmire nem megyünk. Még az akarást sem tudjuk, ha te nem munkálkod bennünk. Hát akkor a véghez vitelt. De be mind a kettőt munkálod bennünk, és mi hisszük, hogy aki elkezdte bennünk a jót, az be is fogja fejezni. Istenünk, te légy mindazokkal, akikben ott van a vágy a változásra. Lehet, még nincs ott a készség, nincs ott az akarat, de Istenünk, segíts meg, hogy fogjuk fel, hogy milyen értékesek vagyunk mi a te kezedben. Oly értékesek vagyunk, hogy egyszülött fiadat adtad érettünk. Ó, köszönjük, jó atyánk, hogy ezen keresztül elgondolkozhatunk, és felfoghatjuk, hogy ha te ilyen értéket látsz bennünk, akkor mi miért nem értékeljük magunkat? És talán akkor odafordulunk segítségért hozzád. De aki őszintén kér tégedet, aki őszintén leborul térdeidre, és vágyik szabadulni a bűnből, a bűn rabszolgaságából, és ezen belül a rettentő, vagy ki tudja mennyi rossz szokásból és szenvedélyből, Istenünk, te mindenből tudsz kiutat adni a mi számunkra, ha odaszálljuk magunkat te néked. Ha vágyunk a szabadulásra, ha elhisszük, hogy nekünk nem megy, de te adsz erőt, és akkor segít a szabadulásban. Isten, meg tudsz tisztítani bennünket bűneinktől, Krisztus drága vére által. Köszönjük, hogy jó atyánk, te ezt megadod. Segíts, hogy elhiggyük ezt, és kérjük a te erődet, és győzhessünk. Ahogy Krisztus is győzött, úgy mi is győzhetünk. Vezess bennünket egy bűnt legyőző életre, Jézus Krisztus által. Amen. Tisztelt gyülekezet, ezennel Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Jóisten áldása maradjon velünk. Nyugodalmas éjszakát kívánunk mindenki számára, és a holnap reggeli 10 órai imóra, Isten tiszteletre szeretettel várunk mindenkit, majd tapasztalati percek következnek, hála percek, és 11 órától pedig a délelőtti Isten tisztelet. Délután 17 órától szombatiskolai összejövetelünk lesz, úgyhogy mindezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit. Jóisten áldása és békéje maradjon mindannyiunkkal. Amen.